Végig fejfej mellett haladt a két csapat a PVSE Pler Budapest NB1B-s férfi kézilabda mérkőzésen, holott a pirosmezes házigazdák a kiesés ellen küzdenek, míg a sárga mezben játszó vendégeknek feljutási terveik vannak. A csapatok 12-12-es állásnál mentek pihenőre. A második játék részben is jól tartotta magát a Pécs. Ráadásul két perccel a vége előtt emberelőnybe kerültek Kovács Gábor tanítványai, amit ki is használtak, hiszen kiegyenlítettek. A végjátékot azonban egy időkérés után jobban bírta a Pler, és 23-22-re megnyerte Laurent Szabolcs vezetőedző csapata a mérkőzést. Továbbis is a Pécsnek nagyon jó felkészült a játékunkból. Nagyon nagy ellenállásra készített, nagyon nagy ellenállás volt, de már tavaly is nagyon jó mérkőzést játszottunk itt velük, akkor is óriási csata volt, sőt, legutóbb nálunk is jó a vége, ott több lett közte, de ott se az volt, hogy ilyen fölényes győzelem, hanem abszolút jól küzdöttek, felkészültek. Itt szintén tehát látszott, hogy nüanszokon múlott a vége, ez lehetett volna így is, úgy is abszolút a vége. Tudtam, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, a Pécs mindig kiteszi a szívét, a hazai pályán is abszolút, rutinos kapussal. Csak jót tudok róluk abszolút mondani. Most azt kell mondani, hogy ha így nézzük, végre szerencse mellénk át, hát ez is kell, lehet, hogy legközelebb ez fordítva lesz. A PVSE 12 lejátszott mérkőzés után 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 8 vereséggel a 10. helyen áll az NB1B nyugati csoportjában. Gratulálok a Plárnak és Laurent Szabolcs barátomnak a győzelemhez. Azt szokták mondani, hogy jó csapat ellen jól lehet játszani, vagy jó csapat ellen könnyű játszani, már pedig a Pler nagyon jó csapat az én meglátásom szerint. Nagyon sajnálom, nüanszok döntöttek, lehet ez szerencse is, de mi azt gondolom, hogy emberelőnyös helyzetekben 6 perc emberelőnyünkből 1 gólt tudtunk szerezni, és kaptunk 3-at, vagy talán 4 gólt is, ha jók az emlékeim. Ez biztos, hogy döntő volt, illetve ami még problémát okoz, hogy 22 góllal folyamatosan, most már hetek óta 22 góljaink vagyunk, és nem tudunk mérkőzésre nyerni 22 lőtt góllal. A védelmünk hétről hétre egyre jobb és egyre stabilabb, de nem tudjuk 22 góllal tartani az ellenfelet, fizikai képtelenség. Gólszerzésben vagyunk elmaradva folyamatosan, és az átlövő játékosainknak igenis felelősséget kell vállalni az utolsó 10 percben, mert ez a felelősségvállalás nagyon hiányzott a teljes átlövő sorunkból. Már pedig aki nem vállal a felelősséget, abból én azt gondolom, hogy nem lesz jó játékos, még ha a felelősség az rosszul végződik, akkor is segíti az ő dolgát és az ő pályafutását, hogy jobb játékos legyen. De az, hogy nem merünk, vagy nem vállalunk felelősséget, ezt én problémának látom, és talán ez a két dolog, ami döntő volt. A védelmünk parádés volt, szerintem kevés gólt kaptunk, készültünk erre a nagyon intenzív beálló játékra, illetve a külső rutinos sorra, hogy azt megfelelő kilépésekkel szét tudjuk tördeni, de vissza is tudjunk érni ezekre a bejátszásokra, ezekre a háromszög játékokra. Ezt jól megoldottuk, de nem tudunk fizikai képtelenség 22 gól alatt ellenfelet tartani, kevés előtt gólunk sajnos.